Arról van szó, kedves nézőink, a hírlánc után, hogy térjünk vissza eredeti témánkhoz, hiszen ma van diplomaosztó, és most a másik oldalról ö, közelítsünk, hiszen ma az Eszterházi Károly Főiskolán közel 2000-en vehetik át a diplomájukat, felsőfokú végzettségüket, igazoló oklevelüket, az szerint, hogy ki milyen képzésben vett részt. Mindőjüket természetesen nem tudtuk ide meghívni a stúdióba, de két hallgatót, akik ma veszik át a diplomájukat, meghívtuk, köszöntöm stúdióban Kóró Katalint. Negyedéves szervező és varga Katalin biológia földrajzszakon végzett hallgatónkat, vagy lehet, hogy ezt nem jól mondom, tényleg Kata, Most akkor mi a megszólítás? Milyen titulus dukál hallgató vagy kollégina már? Igazából még hallgató, de amint a kezembe lesz a diploma, akkor már. Tehát úgy a érzem. változik meg a Igen. titulus, ahogy kézbe Igen. tudta Igen. venni Igen. a diplomáját. Igen. Mi jut ilyenkor az ember eszébe? Én, nekem már ez nagyon régen volt. Ma diplomát fognak kapni, négy év lezárul. Mi az első, ami eszébe jut? Nekem az első, ami eszembe jut, hogy ettől a perctől kezdve én értelmiségi leszek, és ettől fogva egy nagyon nagy felelősség nehezedik a vállamra. Egyrészt olyan életmódot is kell majd folytatnom, mint egy értelmiségi, és olyan példát kell mutatnom, amiért elvárnak tőlem, pláne, hogy ugye én a kultúra szférájában fogok tevékenykedni, ez még plusz feladat. Katalin hm. viszont biológia földre szakon végzett. Merre fog tovább menni, hová, hogyan? Hát én úgy gondoltam, hogy tanítani fogok, és ezt megelőzően még egyetemre szeretnék menni, és egyelőre várom a felvételimet. Folytatja a tanulmányait a öröktől a lendületből? Igen, igen, úgy gondoltam, Ö, hogy... Mind a két szakon, vagy pedig valamelyik területet egyelőre veszik? Egyelőre csak biológiából. Az Napon... az erősebbik szakja? Igen, azt jobban szeretem, igen, és abból szeretnék tovább menni. És mint tanár egészen új érzés ez, hogy diplomát kapok. Hogy diplomát fog kapni? Mi beszéltünk az előbb a rektor arról, hogy mi az EGRI diplomai értéke. A hallgató körében mi az EGRI diplomai értéke? Egyáltalán mi a diplomai értéke ma? Pláne, ha nem csak a hallgató körében beszélgetünk, hiszen gondolom, hogy az ismeretségi körükben vannak nem csak éppen felsőfokon tanulók, hanem mások is. Hogy tekintenek egy diplomára? Nagyon változó szerintem a megítélés, ugyanis a mi szakunk, ugye én erről tudok elsősorban beszélni a művelődés szervező, az egy nagyon jó képzés Egerben, és aki egri művelődés szervező diplomával megy bárhova is, azt szívesen fogadják, mert nagyon jó a képzés. Viszont ha általánosságban beszélünk, akkor munkahelytől függ, hogy milyen értékű a diploma, mert valahol elvárják, és csak a papír számít, valahol viszont nem azt nézik, hogy milyen papírja van az embernek, hanem hogy mit tud nyújtani. Honnan kapta ezt az elhívogottságot Katalin, hogy, hogy, mindenképpen tanár szeretne lenni? Van hagyománya a családban? Nincsen. És igazából gyerekkoromban úgy gondoltam, hogy nem leszek tanár. Az iskolában nem szerettem azt, hogy na, tanár leszek, nem leszek, na, nem szerettem. És itt a gyakorlatok alatt annyira megtetszett, és hogy közel kerültem a gyerekekhez, meg nagyon jók voltak azok a tanárok, akiknél voltam gyakorlaton, hogy ők megszerettették velem, és csak pozitív tapasztalataim voltak, és volt-e olyan személyiség az életükben, akiknek köszönhetik, hogy itt vannak, itt tartanak? Én ezt most úgy is értem, hogy, hogy ezt a szakot végezték, és ide kerültek, meg úgy is értem, hogy ezt nagyon szép eredménnyel végezték mind a ketten. Igazából nekem nem volt ilyen személy az életemben. Fokozatosan alakult így ki, hogy mindig is szerettem szervezni, szervezkedni, és magát adta a szak, hogy művelődés szervező. Mindig, a biológia tanárnőim mindig meghatározóak voltak, és általános iskolában, általános is, és iskolában is, is, középiskolában is, és itt is nagyon szerettem. A földrajz pedig úgy mellékásként jött, hogy ezt választottam, de itt viszont a főiskolán egy tanárom volt, akit nagyon megszerettem, és aki nagyon sokat segített. Nevezze meg! Dr. Dávid Árpád tanárul járt a tudományos diákörre hozzá? Igen. Azt mondják, hogy ott nagyon jó műhelymunka munka folyik, Dávid tanár úrnál. Mi a titka ennek a műhely munkának? Alsom már be, mitől igazán rangos és jó ez? Hiszen nagyon szép eredményekkel dicsekedhetnek tudományos diákörön is. Azt hiszem, ennek ő az alapja, az, az ő személyisége, az ő elhivatottsága, mert hát mindent megtesz azért, hogy ezt csinálhassa, és ezt csinálja, és megszeretteti azokkal, akikkel néhányan ott vagyunk, és nagyon jó közösséget alakít ki. Lányok, itt vagyunk most hármasban. Beszéljünk őszintén. Mi az, amit megkapnak, és mi az, amit nem kaptak meg a diplomához. Úgy érzik, hogy hogy abban még többet kellett volna, hogy kapjanak, de hát nem volt rá ember, nem volt affinitása épp a nevelőnek, nem találkoztak úgy a szándékok és akaratok. Volt -e egyáltalán ilyen. Igazából bocsánat, igazából szerintem elméleti alapon mindent, amit csak lehet. Máshoz viszonyítani persze nem tudok, mert ezt az egy szakot végeztem itt, Viszont a gyakorlati résznél persze jártunk mi is gyakorlatra, meg évközben nyáron is, viszont hiányoltam a bátorságot a gyakorlatvezetőktől, hogy minél nagyobb felelősséget ruházzanak rá, tehát önállóan szervezni, önállóan például repülőjegyet foglalni, stb. Tehát ezt hiányoltam egy picit. Katalin, Maradt-e ki valami az életéből a négy év alatt? Hát nem is tudom így hirtelen, hogy mire is gondoljak. Azt hiszem, hogy gyakorlat több lehetett volna, amikor elmélyülhettünk volna azokban a dolgokban, nem csak felületesen átrohanni a sok, a sok anyagon, hanem egy kicsit mélyebben elmélyült ebben. Elgondolkodtak-e már azon, hogy most letelt négy év, ez mindenképpen le fog most zárulni. De hogyha valamit elmondhatnának most a harmadéveseknek vagy a másodéveseknek, hogy figyeljetek oda, lányok, fiúk, ezt másképp kéne csinálni, mint mi csináltuk, mert akkor sokkal több mindenre fogtok haladni, jutni. Van-e ilyenfajta visszagondolás, hogy hát bizony, ezt lehet, hogy másképp csinálnám, ha még egyszer végig szaladnék rajta, vagy ezt javaslom a többieknek, hogy másként? Azt hiszem, nekem az első, milyen eszembe jut, hogy nyelvet mindenképp tanuljanak, ne hagyják az utolsó pillanatra a nyelvvizsgát, mert, mert az megnehezíti az utolsó évet. És az az fontos. Nekem rögtön az ellenpólus ugrott be, hogy minél többet bulizni, szórakozni, amíg együtt van az évfolyam. Pláne, nagyon fontos ez is, meg kell élni a fiatalságot. Igen, hogy hogyha nagyon jó évfolyam szerveződött, mert tényleg vége a négy évnek, és mi is ma látjuk egymást gyakorlatilag utoljára, ezután már csak, hogyha egy-egy völgybuliba összejövünk, akkor lesz igazából találkozó. Megint egy picit komolyra fordítva, ilyen a diák élet is, nem? Egy picit időnként komolyak vagyunk, aztán kicsit lazítunk. A lazítás után most komolyodjunk meg, önök már uniós polgárként fogják leélni életük jelentős alkotó, teljes alkotó részét, hiszen jövőre teljes értékű uniós tagok leszünk, és onnantól kezdve az önök élete is itt zajlik. Milyen érzés ez önökben? Foglalkoztak-e ezzel, hogy, hogy mi már mások leszünk? Próbálták a tanárokat egy új szemlélettel megismertetni itt az utóbbi években, hogy alkalmazkodjunk az Európai Unióban történő oktatáshoz, de ez még kevés, még nagyon az elején vagyunk, és ezt még azt hiszem mi nem tudjuk átérezni, hogy milyen változások is történnek majd. Én igazából csak a pozitív oldalát látom ennek, hogy külföldön is tanulhatunk tovább egyetemen, hogy ott is vállalhatunk munkát, és én ebben látom igazából a pozitívumát, hogyha ha uniós polgár leszek, akkor sokkal több felé kinyílik a világ előttem. Hát a legtöbbet az ön szakjával kapcsolatban emlékeztetjük az uniót. Gazdagabb lesz a kultúra. Másabb lesz a viszonyunk a kultúrához, és akkor mindenki félti azt, hogy a saját kultúránk megmaradhat-e. Gondoltak már erre, beszélgettek erről, hogy ez, ez hogy lesz az Unióban? Igazából ilyen konkrét szinten még nem beszélgettünk, pláne évfolyam szinten. Mert azért nálunk is nem mindenki szeretne a hagyományos népművelői szerepkörben maradni, de természetesen többen is vagyunk, akik szeretnénk ezt a hagyományos szerepet felvállalni, hogy a magyar kultúrát és a magyar hagyományokat ápoljuk és terjesszük. És egyáltalán, hogy látják, jól fogják érezni magukat az Unióban? Mi, mi az elvárások, mit várnak? Azon túl, hogy többfelé lehet tanulni, nyilván. És főleg a, a munka munkalehetőség, hogy most is hirdetnek ö, különböző állásokat, persze ahhoz mindenképpen kell nyelvtudás is, mert anélkül nem lehet mit kezdeni, ugyebár az Unióba is világot látni, főleg. Katalin? Igen. Azt hiszem, hogy ö, nyelvkérdése az egész, és akkor mehetünk tanítani is, mert egy jó diplomával, a rátermettséggel azt hiszem nem lesz akadály. Még egy pillanatra gondoljanak vissza a négy évre, a legnagyobb élményük mi volt itt Tegerben ezen a főiskolán? Mit tartanak a legfontosabb élményüknek, amit most magukkal visznek, és azért ez egy töltetet fogadni a továbbiakra? Nekem az a műhely munka, amit távítanár tanár úrtól kaptam, és amit tőle tanultam. Hú, hát nálam kifejezetten egri élmény nincsen, mert jó magam is egri vagyok, tehát én tulajdonképpen minden nap hazajártam a tanítások után. Talán én inkább az oktatókat emelném ki, hogy olyan színvonalat és tudásanyagot kaptam, ami, ami tényleg nagyon jó és hasznosítható lesz. Hát amikor már átveszik a diplomájukat, akkor én kívánom, hogy gondoljanak arra, hogy az a szándék van bennünk, hogy végigmegyünk az úton, és hogy együtt európai polgárokként fogunk élni és boldogan fogunk élni. Ezt kívánom önöknek most a mai diplomóztáshoz. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba és beszélhetünk.